Mióta laknak szerbek Pomázon, illetve ezen a környéken? 1690-ben értek ide a szerbek Pomázra, törökök elől vonulva. Dunán mentén haladtak, és Pomázon is letelepedtek többek között, környéken Szentendrén, Csobánkán és Pomázon. Egészen eljutottak Győrig, ott is található még szerb templom. Tehát ahol a templomokat találunk Magyarországon, ott mindenütt szerbek laknak, és laktak 1690 óta. Előtte akkor is voltak már. Hozzáállítólagosan egy mekkora közösség érkezett ide? Hát Pomázra az összeírások alapján tudjuk, hogy akkor körülbelül olyan 1500 ember lehetett, aki Pomázon telepedett le. Csárnajevics Arzén pátriárka vezetésével érkeztek ide, és azokat a helyeket keresték, amik legjobban hasonlítottak a őshazában hagyott otthonaikra és környezetükre. Tehát a hegyeket, dombokat, forrásokat, ezeket keresték, és így kerültek a Duna mellett egészen Szentendre és Pomáz településre is. Az ideérkező szerbek mivel foglalkoztak, milyen életformát hoztak magukkal, mi az, amit meghonosítottak utána itt Pomázon? Hát a szerbek kertészkedő szőlészek voltak, és egy részük pedig állattenyésztése, mezőgazdasággal foglalkozott. Csobánka is erre utal, mert ugye ott pásztor népség, akik a birkanyájjal érkeztek oda, tehát a maga név is onnan ered, hogy Csobánka az juhpásztort, juhászt jelent. És ideérve itt egy teljesen kipusztult lakosságot, hát üres falvakat találtak, mert a törökdulás után innen a magyar népesség teljesen kihalt, és elmenekült nagy része. Lipolt császár, amikor letelepedést és vallásszabadságot engedélyezett a szerbeknek, akkor megengedte, hogy templomot is építsenek, és a templomunknak a védőszentje Sárkányölő Szent György. Ez május 6-án ünnepeljük ennek az ünnepét. Ez abból fakad, mert ugye a Szent György napja az április 24-én van, de mivel a Julianus és a Gergely naptár közötti kéthetes differencia miatt, ezért május 6-ára esik ez az ünnep. A szerbek, amikor letelepedtek itt, hozzáfogtak a földek műveléséhez, fákat telepítettek, szőlőt telepítettek, híres volt Pomázon a cseresznye, amely a hosszú szárú fekete cseresznye volt, amely a bécsi piacon is keresett volt, amit hajóval vittek Szentendréről Bécsbe, a Dunán. Azon kívül állattenyésztéssel foglalkoztak, növénytermesztéssel, gabonát termesztettek, takarmányt termesztettek az állatok számára. Ez volt a fő profiljuk, és ezt a mezőgazdasági kultúrát hozták magukkal, amit itt meg is honosítottak. Mikor vált szükségessé a templom építése, mikor igényelte már a közösség a lelkipásztorokat? A szerbek lelkipásztoraikkal, pátriárkájukkal, püspökeikkel együtt érkeztek ide. A püspöki székhely akkor Szentendrére került. Az első templomukat, ami fa templom volt, tehát mivel hogy hívő keresztény népség volt, a piac téren építették fel első fatemplomunkat, mert az volt a Pomáz központja, és ez a templom sajnos egy tűzvész következtében leégett, amikor nagyobb tűzvész a falu nagy részét elpusztította, mert akkor még fa házakban laktak az emberek, és utána döntöttek úgy, hogy egy időtálló kőtemplomot építenek, és akkor kezdték ezt a templomot építeni. Ez 1719-ben kezdődött, tehát a 1690-es idejövetelő után, nem sokkal a templom leégése után kezdték el ezt a kőtemplom építését, amely legelőször a főhajó építésével kezdődött, és gondolom anyagi okok és talán a sürgősség miatt csak a főhajót építették meg először. A torony ez mintegy 35 évvel később épült hozzá, és
Azóta folyik ebben a templomban az istentisztelet. Nézzük meg a templomot. Azt tudjuk, hogy milyen összegből, illetve kiképítették? Hát erre sajnos adataink nincsenek, de a helyi lakosság adta össze donációból ezt a pénzt, és így kezdték építeni ezt a templomot. Van-e arról információnk, hogy milyen tervek alapján készült ez a templom, esetleg a tervező neve fönnmaradt-e? Hát sajnos erről semmi információnk nincs, még az sincs, hogy azt a szentkép falat kifestette, csak a típusjegyek alapján következtették ki, hogy milyen iskola készítette. A templom, ez három része tagozódik. Barokk stílusban készült, ez is a Lipót császár kikötése volt, hogy úgy építettek a szerbek templomot, hogyha a környéken lévő katolikus templomok fazonjától nem tér el. És abban az időszakban, 1700-as évek barokk stílus volt a jellemző, ezért ez a templom is barokk stílusban készült, ugyanis a Óhazában nem ezzel a formával épültek a templomok, hanem körkörösek és központi toronnyal. Itt pedig egy főhajó és torony. Most, hogy a katolikus templomot megnézzük, a két templom pont szembe áll, mert a szerb templomok, ezek keleti tájolással vannak a oltárrészek. És azért a torony nyugat felé néz, szemben a katolikus templom fordított. A oltárrész nyugat felé néz, és a torony néz kelet felé. Tehát a két templom szembe van, hogyha külső utcáról néznénk a két templomot. A templom három részre tagozódik. Ez nem egy szigorú rend, de egy ilyen szokásjog alapján így alakult ki. Ugyanis a teremtés szerint ugye első teremtménye Istennek a férfi volt, azért a férfiak közelebb lehetnek az oltárhoz, a hölgyek pedig a hátsó traktusban foglalhatnak helyet, de mondom, ez nem zárja ki, hogy ők nem foglalhatnak ott helyet. Most hol állunk? Most a hölgyek szakaszán vagyunk, a hátsó részben. Itt a katolikus templomhoz viszonyítva nincsenek padok. Csak támaszkodó szélre láthatunk, ugyanis itt a hívők állva hallgatják végig a misét, és az idősebbeknek van az a lehetőségük, hogy a támaszkodó székbe leülhetnek, illetve támaszkodhatnak a mise során. Ezeket a székeket az idősebb hívők megválthatják éltesebb korukban, és halálukig használhatják, és utána a következő idősebb generáció váltja meg. Tehát ezért láthatunk neveket, meg címeket a székeken. Ezek a hívő tulajdonosát jelzik, akik ezt a széket jelenleg használják. Milyen tárgyakat láthatunk még itt az előtérben? Hát itt a női szakaszban két gyertyatartót találunk, amit a hívők itt gyújtanak gyertyát. Azon kívül egy keresztelő kehely látható itt, amit a régészek mintegy 500 évesre datálnak. Tehát nem a templommal egyidős, hanem ettől jóval idősebb ez a keresztelő kehely. Több verzió van, hogy kerülhetett ide. Egyik variáció az, hogy magukkal hozták a hívők az Óhazából, ugyanis Budakalászon a templom pont ugyanilyen kehely van, tehát akkor ez a verzió talán meg is áll, és ez a legrégebbi kegytárgy itt a templomban. Azon kívül ikontartók vannak itt, még itt is jobb oldalt mindig Jézus Krisztust ábrázoló képet találunk, bal oldalt pedig Szent Szávát láthatjuk. Itt történik a keresztelés, gyermekek keresztelése. Ez régen, amikor a hívők ide költöztek, akkor elég gyakori volt a gyermek halandóság. És hogy ne pogányként halljon meg a gyermek, születése után pár nappal megkeresztelték, és akkor még ebben a kehelyben megtöltötték vízzel, és alámerítették a gyereket, tehát hogy minden, ott, minden porcikáját érje a víz, a kereszt víz, és ezért ugye, hogy egészséges, és a kereszténységet ezáltal veszi föl. Manapság
már nem a születés után történik a keresztelés, hanem megvárják a jó időt. Ha télen született a gyerek, akkor már megvárják a tavaszi melegebb időszakot, és most már csak jelképesen öntik le a fejét vízzel, tehát már nem teljesen merítik alá a vízbe, úgyhogy mostanában már modernebb módon így történik a keresztelés. Kicsoda Szent Száva? Szent Száva a szerbek Szent Istvánja. Ő volt az a királyi sarj, aki államalapító, egyházalapító, iskolaalapító volt, és gyakorlatilag őtőle kezdődik a szerb állam és a szerb államiság. Ő általa lett létrehozva a vallási közösség. Ő volt az első pátriárka, püspöke a szerbségnek, és az iskola alapító is. Tehát az ő születésnapján ünneplik a gyermekek az iskola alapítást, az egyház az egyház alapítást, az állam alapítást. Tehát egy ilyen olyan személyiség volt, mondom, mint Szent István, aki a szerbeknek a legnagyobb szentje és a legnagyobb egyénisége volt. Ezek szerint minden szerb templom bejáratánál Jézus és Szent Száva kettőse található? Legtöbb templomban így van, de ez változhat, mert ide rakhatnak Szűz Mária képet is, és akkor egy nagyobb képen valahol jelenik meg Szent Száva. Tehát ez nem feltétlenül itt kell, hogy legyen, de a templomon belül biztos, hogy egy nagy képpel találkozunk Szent Szávával. Hogyha átmegyünk itt a férfiak szekciójába, itt van három zászló, ami alatt elsétálunk, ezek mit jelentenek? Hát ezek a templomi zászlók, amelyek körmenet során kerülnek a körmenetbe. Ezeken a zászlókon, itt például a legelső zászlón Szűz Máriát a kisdeddel láthatjuk, a legnagyobb templomi zászlón pedig Szent Szávát a gyerekekkel láthatjuk, és a bal oldalén pedig a sárkányölő Szent György képét láthatjuk, aki a templom védőszentje is. Itt a térválasztó széksor után kerültünk most a férfiak szakaszába, az a középső templom rész, és itt láthatjuk majd a szentkép falat, amit ikonosztázion görög néven neveznek. A többi részről itt jobb oldalt látható a püspöki szék, amelyet csak a püspök vagy a pátriárka használhat. Ez halandó, nem foglalhat helyet benne. Itt szintén ugyanúgy láthatjuk, mint a női részben a támaszkodó székeket, itt sincs pad, itt is az idősebb férfiak megválthatják a székeket, és itt foglalnak helyet a mise során. Hogy el van választva teljesen az oltár? A templomoknak egy ilyen szigorú rendszerint történik a felépítése, és az oltár rész ezzel a szentkép fallal van elválasztva. Ez azt jelenti, hogy a szentélybe csak a miséző pap és a kiszolgáló személyzet, tehát a diakónusok vagy a minisztránsok, püspök és a magasabb méltóságok léphetnek be. Hölgyek egyáltalán nem léphetnek be, csak férfiak és más személy nem. Három ajtó található a szentképfalon, középső ajtó úgynevezett királyi vagy császári ajtó, amely az angyali üdvözlet átható. Tehát ez ilyen szigorú szabály szerint épül fel az egész ikonosztázion. A jobb és a baloldali ajtón pedig a minisztránsok közlekednek, azokon pedig a két arkangyal van ábrázolva. Kiket látunk az ikonokon? Az ikonfal, ez egy szigorú rendszerint épül fel. A királyi ajtó jobb oldalán mindig Jézus Krisztust ábrázolják, és csak az alakot, tehát sem háttér, sem mellék szereplő nincsen. Bal oldalt, Szűz Mária kisdeddel, ott is csak az alak látható, és nincs háttér. Jobb oldalt, a
diakonusi ajtó mellett, Sárkányőrő Szent György, de itt csak római katonaként, mert itt sem lehet semmi, sem ló, semmi a szent képem, hanem csak maga a szent. Ezért római katonaként van ábrázolva Szent György, és a bal oldalon a szimetria jegyében pedig Szent Demetert ábrázolták, aki szintén római katona volt, és a szimetria bizonyítja, hogy a keresztek szembenéznek egymással a kezükben. A királyi ajtó fölött Szent Háromságot láthatjuk, ahol az Atya, a Fiú és a Szentlélek látható fölöttük. A középső Szent Háromság jobb és bal oldalán Krisztus és Mária élete és halála ábrázolják. Születés, feltámadás, mennybe menetel. Mind a két szeméről ugyanez van ábrázolva. A legfelső sorban pedig evangelistákat ábrázolják, és a Szent Háromság fölött pedig Krisztusnak a Veronika kendőjének a lenyomatát láthatjuk, amit állítólag nem ember által festett arc, hanem a lenyomatnak a másolata. Tehát én ahány templomban voltam, annyiféle arcot láttam, tehát valószínű mégis azért van valami szabad akarata a festőnek, mert mindig másképp ábrázolják Jézust. Mert itt is ahány Jézust látunk, majdnem mindegyik más arca jelenik meg. De hát a kendő, ugye a vászon, ami látható, ez azt ábrázolja, hogy Veronika kendőjének a lenyomatán maradt meg a Krisztus arcképe. Körülbelül ennyi a szentképekről, és a középső ajtó az nincs mindig nyitva. Tehát ez a liturgia során a legszentebb részeknél zárva van. Tehát a pap itt továbbra is háttal misézik, a katolikus templomoknak meg lett fordítva az oltár, és tehát ott már szemben misézés történik, itt még továbbra is a háttal misézés történik, és a liturgia egyes szakaszaiban ez az ajtó zárva van. És szerb nyelven van. Igen, szerb nyelven történik a misézés. Vannak részek, amit ószlávul még, evangélium olvasás, meg egyebek még előfordul, hogy ószlávul történik, de a mise nagy része szerb nyelven történik. Az ószláv egyébként érthető a szerb nyelvet beszélők számára? Érthető, érthető. Tehát nagy részben igen. Nagy részben igen. Minden szavát biztos már nem értik, de a mondatból ki lehet hámozni, hogy végül is miről szól a dolog. Hogyha itt még középen megnézzük, kit láthatunk az ikontartón, és mire szolgál, miért éppen középen van? Ez, mivel hogy páratlan, tehát ezért egy darab van itt a férfi templomban, ez középen van elhelyezve, és a hívők, miután belépnek a templomba, ezt az ikont csókolják meg, és utána mennek a saját helyükre, és ez az ikon pedig Sárkányőrő Szent Györgyöt ábrázol. Itt már lovas katonaként láthatjuk, és ez a templom védőszentje, ezért ez a kép van a központban. Itt oldalt egy egészen új képet láthatunk. Hogyha erről is beszélnénk, hogy ez mikor került ide, és minek az apropóján? Hát ez egy érdekes dolog volt, amikor a templom szigetelése készült, akkor a vakolatot le kellett vernünk, ameddig vizes volt a falon. És ahogy itt kocogtatták a falat, ez csak beomlott egy tégla. És hát rögtön ide szaladt az összes ember, aki itt bent volt a templomban, hogy hú, hát ha valami kincset találunk itt mögötte, mi lehet itt elrejtve, és ki lett bontva ez az egysoros tégla sor, és akkor derült ki, hogy valamikor itt szimmetrikusan szembe egy másik bejárati ajtó volt, ugyanis ezt megtudtuk, hogy azért volt itt egy másik ajtó, mert a udvaron volt a szerb iskola, és hogy a gyerekek minden tanítás előtt misére jöttek, a reggeli misére, ne kelljen körbejárni, ez ilyen praktikus okok miatt két oldalról
volt a bejárat, és ezt használták az iskolás gyerekek részére. De mivel az iskola megszűnt, valószínű utána ezt az ajtót befalaszták, mivel fölöslegessé vált, és így csak egy bejárat lett. És hát ha már ez a szép boltíves rész megvolt, akkor hát mit kezdjünk vele, már kár lenne újra visszafalazni, és akkor döntött úgy az egyházi tanács, hogy akkor itt egy szentképet készítettünk, és így készült el Szűz Mária Kisdeddel, mert minden templomban Szűz Máriának még van egy trónusa. Na most mi nem trónust csináltunk, hanem lehetne, mert elé egy fa trónust lehetne építeni, de ezt a szentképet ide képzeltük el, és így sikerült végül ezt megvalósítani. Hogyha jól látom, előtte búza van. Igen, ez a karácsonyi búza. Ez karácsony előtt szoktak ilyen búzát ültetni, és ebbe helyezik el a mécsest, és ez világít este a karácsonyi vacsora mellett. És ez a templomba is bekerül, ez a búza a mécsessel együtt. Mikor volt ez a felújítás, és milyen változások történtek? Hát több felújítás volt. Legelőször a tetőt kellett felújítani, mert az volt a legrosszabb állapotban. A teljes tetőszerkezet ki lett cserélve, gerendázattól kezdve a cserépig minden. És utána, hát ez mintegy 15 évvel ezelőtt történt meg, és ahogy a pénz mag összejött, úgy folytattuk a felújítást. A következő lépcsőfok volt a falak teljes szigetelése, ami azt jelenti, hogy vízszintesen el lett vágva talajszintbe a fal körkörösen, és egy utólagos szigetelése, egy plastik lemez lett behelyezve a falba, majd egy gyorskötő cementtel ez rögzítve volt, és ezt követte a újravakolása a külső-belső falaknak, és majd reméljük, hogyha újra pénz és lehetőség lesz, akkor egy festéssel fejeznénk be a felújítást. Ugyanis többször volt felújítva a templom, de mivel hogy ezek a templomok 1700-es években szigetelés nélkül készültek, ezért a falak nedvesedtek, vizesedtek, és egyre magasabban került fel a talajvíz. És hiába lett felújítva, hiába lett vakolva, a salétromosság az megjelent, a vakolat málott. Itt olyan dohos szag volt, mikor belépett az ember, tehát lehetett érezni, hogy nem egészséges a levegő. Ez a falaknak volt tudható, a nedves falaknak. És most reméljük, hogy ezzel egy végleges megoldást csináltunk, hogy továbbra nem fog vizesedni. Hát most is az alsó rész az nedvesebb, mert a szigetelés fölötti része csak száraz, de hát most már a levegő is sokkal frissebb, nem tapasztalunk nedvességet a falakon, és nem érezzük ezt a dohszagot, ami régebben érezhető volt. Mekkora területű ez a templom? Körülbelül hány hívő fér ide, és illetve hány harang található? Hát a templomban, hogyha dugig megtelne, akkor akár 400 ember is elférne, állva természetesen. De hát a jelenlegi hívő létszám az most már elég csekély, hogyha nagy ünnepen megtelik a templom, az azt jelenti, hogy akkor egy 100-120 ember van a templomban. A idősebbek, ahogy mondtam, a támaszkodó székekben foglalnak helyet, a fiatalok pedig a támaszkodó székek két oldalán, vagyis a templom két oldalán helyezkednek el. A hölgyek hátul, a férfiak elő. A templomban három harang található, amelyek nem eredeti harangok, nem a templommal készültek egy időbe, ugyanis az első világháborúban, mint ahogy több más templomból a harangokat leszedték, mert különböző hadicélra volt szükség rájuk. Ez a legutolsó volt a második, mert előzőleg a 48-as időszakban, amikor Gábor Áron öntötte az ágyukat, akkor is szükség volt a rézre, akkor is harangokat erre a célra beöntötték. A mostani legrégebbi harangunk 1900
1945-ben készült, utána 35-ben, és azt hiszem, hogy a harmadik az a legfiatalabb, aznak pontosan dátumát nem tudom, ezek már a 900-as évek elején készültek, és ez a három harang van jelenleg templomban. Különböző méretűek, van egy pici harang, egy közepes és egy nagy harang. A nagy harang az, azt hiszem, az 6,5 mázsás. Ezek a harangok a misére való hívőknek a hívására szolgálnak, valamint temetés alkalmával szólalnak meg a harangok, és jeles dátumok alkalmával, például a 2000. esztendő alkalmával Pomáz minden harangja szólt, köszöntve a 2000. esztendőt. Milyen magas a torony? A torony 33 méter magas, ez a kereszt magasságot jelzi. Van még egy karzatunk, ahol a dalárda énekkar szokott elhelyezkedni. A szebb templomokban nincsen zenei kíséret, itt csak énekhanggal történik a mise során a mise kísérése, ugyanis azt mondják, hogy a legszebb zenei hang az emberi hang, és ezért itt nem található semmi zenei kíséret. Nézzünk még ki a templom kertbe. Milyen síremlékeket találhatunk itt a templom körül? A kezdeti időszakban, amikor a templom felépült, még nem létezett egyházi temető, és az elhalt szerzetesek és jeles egyházi személyiségeket itt temették el a templom közelébe, és ezért a templom körbe övezik ezek a sírhelyek keresztekkel megjelölve. Többet találunk. A túloldalon van itt egy, amelyik a pontos dátum is van, de pont a téglasor eltakarja, úgyhogy most nem láthatjuk a időpontot, az a legrégebbi, 1700 valami 70-80-as években. Kőfal védi a templom kertet és a templomot. Mi ennek az oka? Ez minden szerb templomot kőfal övez. Ennek az volt a jelentősége, hogy a templom és annak a udvara volt a legvédettebb hely. Tehát ha veszély fenyegette a lakosságot, akkor általában ide menekültek, és ez a kőfal volt a védelem, és itt meg tudták védeni a lakosságot. A asszonyok, gyerekek bevonultak a templomba, a férfiak pedig a kőfalon keresztül védték a templomkertet. Ez volt a legbiztosabb hely, mert ugye régen vagy faház volt, vagy valami vertfalas, náttetős ház, és azt nagyon gyorsan meg tudták gyújtani az ellenség, hogyha bevonult, akkor felgyújtott, és ott nem volt menekülés. Tehát, hogyha veszély fenyegette a lakosságot, akkor ide menekültek. Ezért voltak általában kőfallal övezett templomok a szerbeknél.